Két aktualitása mindenképpen van a mai találkozónak. Az egyik aktualitás az, hogy éppen néhány nappal múlt el, hogy 10 éve lépett be Magyarország az Európai Unióba, tehát 10 éves tagságunk van. A másik apropó pedig az, hogy talán nem egészen másfél hét múlva, majdnem 2 hét, hát nincs 2 hét, 10 nap múlva európai parlamenti választások lesznek. Tehát ez a két ügy mindenképpen igazolja és indokolja, hogy ezekről a kérdésekről beszélni kell. Szeretnék azért néhány szóval erre a 10 évre rátérni. Én azt gondolom, hogy nem történtek meg azok az értékelések itt az elmúlt időszakban, sem a kormányzat, sem a pártok, sem a társadalom részéről, hogy tulajdonképpen mit hozott számunkra az Európai Uniós tagság. Azt tudjuk, hogy civilek és emberek és mások is, a különböző érdekképviseleti körök is nagyon nagy reményekkel léptek, vagy léptünk be az Európai Unióba, és mindenféle elvárásokat fogalmaztunk meg. Érdemes lenne összevetni, hogy vajon ezek az elvárások miképpen teljesültek. Hát azt hiszem, hogy azért az kimondható, hogy nagyon-nagyon sok minden nem teljesült, és ez bizonyítja, vagy ez igazolja azt, hogy nagyon sokan picit csalódással érik meg az uniós tagságot. Érdemes ezt alaposan végig gondolni, hiszen az Európai Unióra szükség van, de ezeket pontosan kell tudnunk, hogy melyek ezek a tényezők. Hát említhetnék azért olyan tételeket, amelyek nem kis tételek. Tehát komoly támogatások érkeznek az Európai Unióból. A kérdés az, hogy vajon ezeket a forrásokat a megfelelő módon, megfelelő hatékonysággal használjuk-e fel, és valóban azt a célt szolgálják minden esetben, hogy az embereknek az életszínvonalát, életminőségét javítsa. Valószínűleg, hogy itt azért kívánnivalók vannak, vagy hagy maga után, ezekkel biztos foglalkozni kell. A kérdésnek a másik vetülete, ugye, hogy mit várunk az Európai Uniótól, azt tudjuk, hogy óriási és új kihívások vannak előttünk, gondoljunk csak például a klímaváltozásra, de a társadalmi igazságtalanság kérdésére a világon mindenhol, a fogyó erőforrásokra, és ezt nem akarom sorolni. Egy csomó olyan terület van, amelyeket nem lehet megoldani helyi szinten, csak helyi, emberi és természeti erőforrásokkal. Egy sor területen biztos, hogy közös fellépésre és koordinált fellépésre van szükség. Tudjuk azt, hogy az Európai Parlamentnek kitüntetett szerepe van a zöld értékek megjelenítésében, és a zöld értékek érvényre juttatásában. Éppen ezért egyáltalán nem mindegy, hogy az Európai Zöld frakciónak hány magyar tagja van, tagja lesz. Én nagyon remélem, hogy az LMP részéről legalább 2 ott lesz, és sokkal jobban meg tudjuk majd jeleníteni a hazai zöld szempontokat is. Tehát ezek azok a körülmények, amelyek ugye a mai beszélgetésnek apropót adtak. Én azt gondolom, hogy érdekes vitaindítókat és beszélgetést fogunk hallani. Még egy utolsó, és akkor be is fejezem a köszöntőmet. Ki kell mentenem Jacqueline Kremers, aki tervezte, hogy részt vesz. Hogyan látja Magyarország elmúlt 10 évét az Európai Unióban? Vajon mi ennek a tagságnak a mérlege, mi ennek a jövője? Úgyhogy tisztelettel várjuk, hogy megossza velünk gondolatait. Közhely annak a megállapítása, hogy az Európai Unió valamiféle válságban van. Válságokból azonban sokféle és fajta elképzelhető, és történelmileg létezik is. Van olyan, ami valamiféle végső vergődés, vagy széthullás, valamiféle kataklizmikus végkimenettel jár. És van egy olyan is, ami egy paradigmaváltásra utal.
Kérdés tehát, és nagyon-nagyon fontos kérdés, hogy az a válság, amit észlelünk az Európai Unió esetében, valójában véve egy olyan jellegű válság, ami valamiféle mélységes baj, bajnak a megnyilvánulása az Európai Unión belül, avagy pedig arról van szó, hogy az Európai Unió elérkezett egy paradigmaváltás szükségességének az állomásához. Én a leghatározottabban az utóbbi értelmezést pártalom. A jelenlegi körülmények között az a részben szociáldemokrata és részben kereszténydemokrata paradigma, ami Európát uralta a II. Világháború óta egészen a rendszerváltás, tehát a berlini fal leomlás követő néhány évig, valóban egyre inkább életképtelennek tűnik, de ugyanakkor Európában nagyon sok minden, nagyon szép és fontos dolog és folyamat is észlelhető, amelyik egy új életmód, életfelfogás, egy új ember típus, ha úgy tetszik, paradigmáját vetíti előre. Mi ez az ember típus? Miről van itt szó? Amit az egyik magyar jobboldali hetilap Európa elrablása címén hozott le az e-heti számában, ugye az európai dalversennyel kapcsolatban, az alapjában véve egy európai sokféleség irányba való kultúrának a kialakulásának a kétségtelenül provokatív és szélsőséges megnyilvánulása. Európa ma már annak a sokféleségnek az ünnepléséről szól, ami a zöld pártok számára a legalapvetőbb kiinduló pont. A sokféleség tisztelete, legyen az a tisztelet vallásos eredetű, tehát a teremtés, mint olyan, a sokféleségre épülő valami, vagy legyen az inkább szekuláris és szekularizáláshoz fűződő tudományos megközelítés eredménye, és itt nagyon érdekes módon magában a zöld mozgalmokon belül nagyon szépen találkozik a vallási indítatású elképzelésekkel jövő emberek, és a kifejezetten ateista vagy szekuláris beállítottságú emberek között, és a kettőjük között a közös nevező a sokféleség ünneplése. Na most ennek a tételnek aztán nagyon komoly politikai következményei vannak, nem csak Európa számára, hanem Magyarország számára. Értelemszerű, hogy ennek a sokféleségnek az ünneplése, megőrzése, tisztelete és ápolása hát meglehetősen meredek ellentétben áll, például Kokáér az Orbán féle központi erőtér, a hatalom, az egyszínűség, az egy a zászló, egy a nemzet, a nemzeti együttműködés, tehát a koncentrás, a hatalom, a kultúra, a gazdaság egyneműségére való váltása. Itt egy alapvető ellentét van. Teljesen nyilvánvaló, hogy az, amit Orbán és egyes európai politikusok szintén képviselnek, a nemzetállamba való visszavonulás annak érdekében, hogy a nemzetállam keretein belül megvalósíthassunk egy koncentrált hatalmi szerkezetet, tökéletesen ellentmond annak a modern világnak, amelyet Európa az elmúlt 20-30 évben nézetem szerint igenis sikeresen elkezdett felépíteni. Egyáltalán nem véletlen, hogy Európa sikeres országai, és ide tartozik Németország, skandináv országok, a Benelux országok, Ausztria, Finnország, éppen azok az országok, amelyek leginkább voltak nyitottak a sokféleség iránt.
amelyek leginkább voltak képesek, és Nagy-Britannia is ide tartozik, amelyek leginkább voltak képesek a társadalmi sokszínűség általános elfogadására, és az abból fakadó értékrend, erkölcsi rendszer, felfogás és életmód kidolgozására. Miért? Hát azért, mert a modern gazdaság, a modern világ gazdasága az alkotó erőről szól. Itt egy olyan világban élünk, ahol amikor a berlini fal leomlott, valójában még nem volt Apple, a Microsoft egy kezdő vállalat volt, nem volt Google, nem volt Facebook, nem volt Biogen, és sorolhatnám azoknak a technológiai vállalatoknak a százait világszerte, amelyek nem is léteztek, és ma már meghatározó jelentőségű technológiai és szellemi tudással és képességgel és erővel, és az ehhez csatlakozó nagyon is komoly tőkeerővel rendelkeznek. Na most ezeknek a vállalatoknak az alapítói, ezeknek a vállalatoknak a felépítői olyan emberek, akiket nem lehet bekorlátozni. Itt a legmesszebb menő szellemi, erkölcsi szabadságról van szó, a sokféleség tiszteletéről, olyan vállalatokról, ahol egymástól nagyon eltérő gondolkozású és beállítottságú emberek képesek együttműködni, anélkül, hogy egy hat politikai izomból őket valaki erre kényszerítené. Tehát itt szembe találkozik egymással egy új Európa, ami az alkotó erő felszabadításáról szól, egy olyan Európával, amelyik a struktúrák felépítéséről és azok konzerválásáról és erőből történő betartásában gondolkozik. És ilyen értelemben mondom én, hogy Európa egy izgalmas, nézetem szerint nagyon szép, történelmi jelentőségű paradigmaváltás alatt áll. Na most, ez a paradigmaváltás természetesen még sérülékeny. Itt még sok minden történhet, ez még félrecsúszhat, ez még veszíthet. Olyan erők, mint a magyar kormány, ha komoly politikai hatalomra jutnak, ezt a változást ideig óráig és hosszú ideig óráig el is napolhatják. Van Európában hajlam, Közép-Európában kivált kép, hazánkban aztán kivált kép, egy ilyen putyini modell irányába való elmozdulásra. Kétségtelen. És egyáltalán nem kizárt, hogy ez be is fog következni. Hogy hazánk is, és esetleg más, de nem nagyon sok közép-európai ország szintén valamiféle ilyen irányba mozdul el, hiszen ami velünk történt, ami egész Európa perifériájával történt, az egy nagy csalódás. Tehát az a felzárkózás, amiben reménykedtünk 25 évvel ezelőtt, az összességében valójában nem következett be. Nem tudtuk megvalósítani. Vannak részei, ami sikerült, de összességében nem az történt, amire vágytunk és amit reméltünk. Ezért tehát, ez egy nagyon fontos, sokkal fontosabb választás, ez az európai parlamenti választás, mint gondolnánk, mint az először tűnne, ugyanis egy paradigmaváltás alátámasztásáról és megerősítéséről van szó. Erre a paradigmaváltásra az európai politikai palettán csak a zöldek képesek. Ezt képviselik a zöldek. És ebből fakad az erejük. A zöldek voltak azok, akik radikálisan átalakították Németország energiagazdálkodását. Létrehoztak egy egész sor iparágat, foglalkoztatást, munkahelyet, amely a kapcsolatot az energia, a mezőgazdaság és a környezet között egy teljesen új,
technológiai, tudományos értelemben egy teljesen új pályára állította, amelynek a fejlődési és növekedési potenciálja óriási. Amit konkrétan hiányolok Európa esetében, az egyáltalán nem az, ami általában elhangzik, nem a bürokrácia az érdekes, nem a pénzek felhasználása a nagy kérdés, hanem az a nagy kérdés, amire nem figyeltünk oda, közel sem annyira, mint ahogy kellett volna, az az, hogy a konvergencia, amit az Európai Unió megalkotói természetesen megálmodtak, és amiben reménykedtek, volt, amikor bejött, és volt, amikor nem. Nyilvánvaló, hogy csak a térségünkkel foglalkozzunk, a lengyel konvergencia nagyon jó pályán van. A balti országok konvergenciája szintén nagyon jó pályán van, és a szlovákok sem állnak rosszul. Nagyon rosszul állunk mi, nagyon rosszul állnak a szlovénok, vergődnek a csehek, valamelyest jobban állnak, mint valamikor álltak a románok, de ott is komoly gondok vannak, a bolgárok pedig nincsenek sehol. Túlmenve a posztszocialista országokon, ott van a görög probléma, ott van a portugál probléma, ott van egy még mindig vergődő Olaszország, és így tovább. És amit az Európai Unió nem tett meg, az az, hogy részletesen, mikroszinten, ágazati szinten folyamatosan vizsgálja és kövesse, hogy hol vannak konvergencia problémák és miért. Amit az Európai Unió csinált, és ebben a németek is bizonyos értelemben ludasak, az az, hogy általános közgazdasági axiómák levezetéséből alakított ki egy úgynevezett jó gyakorlatot, hogy mit kellene az országoknak csinálni annak érdekében, hogy sikerüljön a konvergencia. De ezek az általános elméletek nem jönnek, valamikor bejönnek, de valamikor nem. Ne? És az az óriási kérdés, hogy egy adott esetben igazándiból miért nem jön be, az nem csak egy közgazdasági kérdés, hanem egy nagyon mély szociológiai, antropológiai és kulturális kérdés is. Mégis egy adott országnak, társadalomnak mi a tényleges teljesítő képessége? És miért van az a teljesítő képesség ott, ahol van, és nem valahol másütt? Tehát nem egy magasabb szinten. Hogyan működik egy társadalom? Melyek azok a társadalmi görcsök és diszfunkcionalitások, amelyek a tényleges alkotást megnehezítik? Ja? Na most Magyarország esetében ez egy égető kérdés, mert Magyarország a rendszerváltással nézetem szerint egy nagyon rossz felzárkózási paradigmát választott magának, és még továbbra is ebben a paradigmában vergődik. És nincs az a politikai erő, talán az LMP-n kívül, amelyik látja ennek a paradigmának a helytelenségét és életképtelenségét, és azon fáradozik, hogy ezt lecserélje egy másikra, amivel jobban járnák. Ez a paradigma a mi esetünkben ugye egy függőségi paradigma, amely függőség két formája volt a porondon az elmúlt 25 évben. Az egyik formája a baloldali függőség formája, ami az ország gazdasági és társadalmi jövőjét a nemzetközi tőkére, illetve a multikra bízta. Ez az egyik forma. A másik függőségi forma, amit az Orbán kormány vezetett be, pedig a függőséget az államtól való függőség köré akarja felépíteni. Ja? Na most a modern világnak semmiféle függőségre nincs szüksége. Éppen arról van szó, és ez a nagy európai és a modern világ paradigma váltása, hogy vége a függőség iránti szükségletnek. Egy olyan embert akarunk kialakítani, felépíteni, és itt óriási szerepe van a feminista mozgalmaknak is, aki önálló, képes, tudatos, vállalja a felelősséget az életéért, a cselekedetéért, és megérdemli, és jár neki
az az alapvető emberi, mindenkori alaptisztelet, ami egy független embernek kiáll. Tehát ez egy más etika, egy más rendszer. Ez a választás erről szól. Sikerül-e az új Európának olyan eredményeket elérni az európai választásokon, hogy ez a paradigma kerül előtérbe és sikerre, vagy pedig ott vagyunk a régi urak és, hát urak, igen, a régi urak, szürke urak, az erőszakos emberek, a hatalmi vágytól túlfűtött egyének világában. Köszönöm szépen, ezen be is fejeztem. Mi köszönjük szépen, és még egy kis időt is nyertünk, mert nem töltötted ki az időt. Úgyhogy most folytassuk akkor ezt a beszélgetést, és talán ezt a vonalat is, azzal a különbséggel, hogy ugye Steve Emmottól talán megtudhatjuk azt, hogy ők hogyan látják a zöld politika szerepét és a zöld politika jövőjét, illetve ennek megújítását az Európai Unióban. So the floor is yours. Thank you very much, and I'm very happy to be here, very happy to be invited to speak. I apologize again on behalf of Jacqueline Cramer as our Secretary General, but as you heard, unavoidably she was not able to come, and so you have a rather poor substitute with a beard rather than a good-looking woman. But I will try and do justice to the subject, and what you've just heard from Peter talking about a change of paradigm, a potential response to that, and the challenge really, are we ready for it? Because the world is changing, there is no doubt about that. Europe's position in the world is changing, and I'm not sure that many people have woken up to that. And what I'd like to do is to tell you a little bit about the way in which the Greens operate, the Green family operates. I'd like to talk about democracy. That's a subject which I think is relevant here in Hungary, but it's relevant throughout the EU. And I'd like to talk about the crises which you referred to, but I have a longer list of crises, and they're all interlinked, and they all relate to the ecological perspective, and they're all part of that same challenge. And one of the problems in which we find ourselves is that all the crises are being dealt with in separate categories, and there is no interconnection between them, and no creative thinking which is taking us beyond the old paradigm, beyond the old grey thinking. And Europe and the European structures are very happily stuck in those old structures, and it's dependent on people like the Greens to shake that hierarchy and to shake that cozy but unproductive political structure. So for this election, the challenge that the Greens have set themselves is to try and explain how we should renew Europe, how we should change Europe, what sort of Europe we should have, not this Europe, but a different and a better Europe. And all the political families are saying the same thing, because they all understand that we're in a mess and they don't quite know where to go to get out of it. But the Greens, I think, have got a more coherent set of responses, and I'll try and give you some idea of what those are. First of all, a little bit about the Green group in the European Parliament, where all the MEPs sit. It's at the moment the fourth largest group in the Parliament, after the Christian Democrats, the Socialists and the Liberals. It's possible when the results come out of these elections that we will slip a little bit down that ranking, because other groups might be larger. But the significant thing about the Green group is that it's very coherent and very cohesive. It tends to vote together, it tends to create its policy positions and stick to them in a way which other political families don't, because they are a much
looser political set of affiliations. And so in boxing terms, the Greens fight above their weight. They make more noise than they're entitled to do from their numbers. They demand more action from the Parliament. They embarrass and shame and ridicule the other political groups into taking action when they would prefer to be comfortably sitting there doing nothing. Every Green MEP that you elect helps that effort. And every Green MEP arrives in Brussels with a degree of expertise which many politicians don't have. Because Greens are campaigners, Greens come from NGO-type backgrounds, Greens understand what needs doing, and they've got the passion to do it. So there is a level of expertise amongst Green MEPs which is reluctantly acknowledged by the other parties. We speak on energy, they listen to us. We speak on data protection, they listen to us. We speak on climate change, they listen to us, because our MEPs are actually in there and know what they're talking about. They're not just responding to somebody else's brief. And the same applies to the staff who work for them. I worked for the Green Group for a while as an advisor on genetic engineering and then again on trade. And I was amazed to discover just how much knowledge and competence there is amongst the staff. These are not bureaucrats. These are not civil servants. These are activists. And they put their knowledge to work in this political sphere. So the Green Group is unique in that sense. The Green Group has got a value inside the Parliament which is not matched by any of the other groups. And although I say that as a Green, I think if you ask the other groups privately, they would probably acknowledge that this was true. I would like now just to have a short evaluation of what I see, or what I think we all see, is wrong with the current European Union construction, which is that although the European Parliament is a directly elected democratic forum, and although since the Treaty of Lisbon it has more powers than it ever did, there is still something wrong with the system. There is still a democratic deficit. And I know you have your problems with democracy here in Hungary. You can repeat that in various other countries throughout the EU. You're not alone in that situation. But at the top, in the EU structures, we have, maybe not the same, but we have an equivalent democratic corruption. We have a system where corporate lobbyists are able to write laws, not the politicians, not the MEPs, but these laws are written, drafted by corporate lawyers, by lobbyists. Now, I'm not against lobbies, and I accept that there is a need for everyone to be able to express their opinion and make their demands on the elected representatives, on the MEPs. But it becomes corrupt at the point at which those MEPs are not permitted the freedom, are not allowed to legislate as they choose, but are in fact manipulated, bullied, and badgered and supported by these industrial lobbyists. You could say the same applies to the civil society lobbyists, because of course NGOs go there also trying to influence MEPs. But in a sense, they are not seeking to do this behind closed doors, nor are they making a secret of their agenda, which often is the case with the industrial lobbies. So we've got a corruption cronyist deficit there, which is very hard to get to the bottom of. It requires much more serious action than just simply a voluntary register of lobbyists, which is what we have at the moment. So if you add to that tax evasion, which is depriving the European Union of, well, the figures vary between 1 trillion and 3 trillion euros a year in lost revenue. If you start to understand the way in which the Commission is subservient to the Council of Ministers, bypassing the Parliament, we've got a structure which is not fit for purpose. And it's the Parliament's responsibility to try and do something about that.
And the Parliament is trying to do something about that. I don't know if any of you have been following the series of debates which are being held by the leading candidates of each of the main political families. There was a big debate in Brussels last night, which was televised, as I said earlier. I'm not sure it was shown here. But basically, building on a provision in the Lisbon Treaty, the Parliament has determined that the next president of the European Commission should be chosen, and it has to be chosen by the parliamentarians on the recommendation of the ministers, should be chosen from the lead candidates of the main political parties, which means that the five people who stood up there, Scar Keller for the Greens, Alex Tsipras for the European Left, Martin Schulz for the Socialists, Jean-Pierre Juncker for the Christian Democrats, and Guy Verhofstadt for the Liberals, one of them expects to be named as the next EU Commission President. Now, I'm not sure that's going to happen, because that's not the perspective that the Council of Ministers has. The Council of Ministers thinks something else might happen, and we're back to your paradigm shift again. The Council of Ministers thinks that they will be able to do a deal behind closed doors, as they've always done, and present a compromise candidate to the Parliament, and then hope that Parliament will not be brave enough or strong enough to vote it down. And there is a very, very, very strong chance that we're going to have a huge power struggle in Brussels after the European election. A, because the opinion polls suggest that the Christian Democrats and the Socialists, the two obvious candidates for lead roles, are going to get more or less an equivalent number of votes, perhaps 20 or 30 votes between them difference. And so the other groups, the Liberals, the Greens, the European Left, and to an extent the European Eurosceptic parties, are going to hold the balance of power. And it's going to be an extremely interesting contest to see whether this produces a revolution or whether we go back to doing things the old way and we look under the table and we decide, well, the lowest common denominator wins, which is what happened last time and what happened the time before. So there is a very real democratic power struggle in prospect. It might not sound that exciting to those of you who are not sort of sitting on the edge of your seats in Brussels, but it's really very important because it's going to determine the future shape of the European Union. And it's really significant to know who is going to come out of that on top and what influence parties like the Greens will be able to bring to bear in that process. That takes me on to probably the transatlantic trade negotiations, just to pick one issue out of many. I know it's a subject of interest here. TTIP, as it's called, is basically a mega trade deal between the EU and the US. Its merit from the point of view of the top trade negotiators is that it is hoped to unlock what at the moment are locked, because normal trade, shipping goods and services backwards and forwards between EU and the US, happens pretty well without any problems. The tariffs are very low between the two trading blocks. There are not many obstacles to physical trade, but there are many, many, many obstacles to trade in terms of the values, the standards, the environmental protection, the social protection, and so on that we apply here, much to the annoyance of mainly American companies, but also some European companies. And so TTIP is in fact an attack on the European standards, the European way of life, the European Parliament's ability to legislate, to regulate, to determine what is in our common good, not what is in the interests of the corporate lobbyists. And if you add to that a provision which requires, would provide companies with the ability to take governments to court to sue them if they didn't like laws which have been passed, you've got a recipe for what I regard as a disastrous conflict. The Greens are opposed to this deal in that form.
It's not to say we shouldn't trade with the US, it's clearly we should, but the Greens want to see this document torn up and a different document put in place. This is going to be one of the defining battles, I believe, of the next 5 years inside the European Parliament. And again, it hinges largely on the flavour and the shape of the majorities which are formed inside the Parliament. There's a TV series in the UK called Game of Thrones. I don't know if that shows in Hungary or not. It's a rather weird, almost surreal, medieval game show, for want of a better description. But it's about power struggles between various clans. And that's what's going on now. We've got a Game of Thrones in Brussels, because it's not just the appointment of the European Commission President, it's also the appointment of the European Council President, the European Parliament President, the High Representative for Foreign Affairs, the head of NATO, and various other posts. So there is a real Game of Thrones going on, and these negotiations I talked about earlier will involve much more than the Commission. That's probably far too much that you wanted to hear about the boring political process in Brussels. It is important, but it's pretty hard to engage the public in that, and it's pretty hard to explain why this should be exciting. But it really is a power game which affects everybody in due course. The real issues, we talked about the crises that we've been facing, and they're interlinked. Not only do we have a democratic deficit, we have an economic and financial crisis which are not yet resolved, although hopefully we are in a less worse state than we were. We have a climate crisis which is hanging over our heads and about which we are doing almost nothing. We have an energy crisis because we're dependent on sources of energy, including Russian gas and oil, which are not sustainable and which are politically dangerous. We have an environmental crisis because we're losing biodiversity at a rate which we can't afford. We have an unemployment and a social crisis, particularly amongst the youth, where a whole generation is at risk of not finding work. And all of these crises, in some ways, are interlinked. So if you pull out one thread from any of those, you'll find that it's connected to the others too. And these are not being dealt with in anything like a creative manner. You called again for new thinking, for creative thinking. These crises are being dealt with in a mechanical and unthinking way. They're being done in compartments. So the climate directorate of the European Commission doesn't control the energy policy. It doesn't control the industrial policy. It doesn't relate to anything. It's operating in a vacuum. And it's no surprise that the EU climate policy is in a complete shambles. And in Paris in November 2015, we are building up towards another climate summit, as we hoped we would have had in Copenhagen a few years ago, in which we want the European Union to play a defining and clear role. And unless the Commission really gets a grip on its policy and positioning and integrates this into its overall structure, we are going to end up short again. Now, this is not my problem, because I'll be long dead by the time 4 degrees of warming arrives, but my grandchildren will have to live with that, and I feel responsible for them. I feel that we owe them a lot more than we're doing now. This is something, again, on which Greens have been campaigning and will continue to campaign, but it's something which ought to be top of the agenda and which slips further and further away under the current regime. If we change the Commission, if we change the Parliament, if we have a more creative and interactive political process there, we still can do something about it. And just finally, I'd like to say something about the position of the Hungarian Green MEPs that we hope to welcome in Brussels. Because up until now, the Green Party has been lacking in representation from what you might call Eastern Europe or New Europe. And this is
in some ways led us into a similar trap to other parties, which is that we're perhaps a bit too northern, and we're perhaps a bit too western, and we're perhaps a bit too old Europe. And we do need new thinking. We do need to hear the perspective from Central and Eastern Europe. We hope to have a Croatian MEP as well, which will be a great breakthrough for the newest EU member state. That will refresh, we hope, the Green family in Brussels, and will give a new impetus to the Green Party and the Green group in the European Parliament. So we're excited. We think we're going to make some progress. We'll probably have some setbacks as well, but we think that this is a fresh start, an opportunity for us to try and demand a different Europe, a new Europe, and we hope that you will support us in that. Thank you very much. Köszönjük szépen, és most egy helycserét kérnék szépen. Gondolom, hogy nem kell bemutatnom a mellettem ülőket, de azért mégis megpróbálom. Ők a Lehet más a politika párt európai parlamenti képviselőjelöltjei, a listavezetők, akkor is a Katával fogom kezdeni, Csiba Katalin, Veszelis Tamás és Hártai László, a Tamás a listavezetője, és igazából a nagyon sokat emlegetett országgyűlési választás után ugye alig volt lélegzetvételnyi időnk, és ők már is belecsaptak az EP kampányba, ahol igazából ugye az volt az LMP szlogenje, hogy jobb Európát. És nagyon sok mindenki megkérdezte már tőletek, hogy mit is jelent ez a jobb Európa, de azt gondolom, hogy most itt baráti körbe vagyunk, és talán minket is megillett az a lehetőség, hogy nekünk is elmondjátok, hogy mit jelent ez a jobb Európa. És én igazából egy ilyen, egy ilyen kicsit gondolkodtam azon, nézegettem az elmúlt megszólalásaitokat, különböző politológusoknak a gondolatait, de engedjétek meg nekem, hogy úgy, hogy én az elmúlt 4 évet az országgyűlésben töltöttem, és ugye sok olyan beszélgetésen vettem részt, amikor is ugye megpróbáltuk meghatározni, hogy mi LMP-sek miért is vagyunk zöldek, és kiknek tetszik ez az ország, ebben az országban, hogy mi zöldek vagyunk, és kik értik, hogy mit jelent az, hogy mi zöldek vagyunk. És ha emlékeztek, akkor az elmúlt 4 éven mindig végighúzódott egy vita. És azért mondom azt, hogy emlékeztek, mert azért mindannyian közel voltatok, és láttátok nagyon közelről az elmúlt frakció politizálását, hogy bennem mindig az, az egy ilyen komoly problémát vetett fel, hogy talán nem mindig jól tudtunk hozzányúlni ahhoz, hogy az embereknek elmondjuk, hogy mit is jelent zöldnek lenni ebben az országban. És a vége felé már annyiban változott meg a véleményem erről az ügyről, hogy talán a fővárosban és nagyobb városokban, talán az értelmiségieknek sikerült elmondanunk, hogy mit is jelent az, hogy mi zöldek vagyunk, és mit jelent azok a politika. De ugye ebben az elmúlt időszakban az országgyűlési kampány alatt én is jártam a vidéket, és főleg úgy, hogy én egy vidékről származó lány vagyok, egyre inkább látom, hogy vidéken is fontos lenne az, hogy elmagyarázzuk az embereknek azt, hogy mit is jelent az, hogy mi zöldek vagyunk, mit jelent az ökopolitika, miért fontos ez. És azt szeretném kérdezni, hogy ti hogy érzitek az elmúlt időszakban, amíg jártátok az országot, hogy jól meg tudjátok-e fogalmazni, és most ha lehet ilyet kérdezni, hogy jól el tudjátok-e adni vidéken is azt, hogy miért fontos a zöld politika, és miért fontos az, hogy ez már ne csak Magyarországon legyen így, hanem annak a bizonyos Green Family-nek a tagjai legyünk mi is. És akkor, hogyha megengeditek, akkor a Katával kezdenénk. Erre mindenkinek kell válaszolnia? Nem csak azt szeretném megkérdezni, hogy akkor a Meszerics elől lelőhetem-e a poénokat. Igazából, hogy milyen volt az országjárás, nagyon-nagyon nagy érdeklődést tapasztaltunk a sajtó részéről. Én azt gondolom, hogy unikális, és ez elég szomorú, de unikális ma Magyarországon az, hogy
programmal kampányolnak a pártok, és az LMP-nek volt lényegében, azt mondhatom, hogy egyedül európai parlamenti programja, abban az esetben, hogyha egy kétoldalas kiáltványt, amit vagy egy 3-4 oldalas ilyen tartalomjegyzéket nem tekintünk programnak, amit a szocialista párt, illetve egyéb indulók letettek az asztalra. Úgyhogy mi összeállítottunk egy programot, és abból próbáltuk meg kiszedni azokat az elemeket, amelyeket azoknak a célcsoportoknak szántunk, akikről azt gondoljuk, hogy krízis helyzetben vannak. Úgyhogy az egyik ilyen az nyilván a munkahelyteremtés volt, és ezzel teljes összhangban vagyunk az európai pártcsaládunkkal is, illetve az országgyűlési képviselőcsoportnak az eddigi programjával. És én azt gondolom, hogy mivel annyit beszélünk róla, és annyiszor elmondjuk, ez alatt a 4 év alatt egy dolgot már át tudtunk ütni, szerintem, az, hogy választási út van most előttünk, és még mindig itt van előttünk a megújuló energiának a fejlesztése, amiben egy rakás munkahelyet lehet teremteni a paksi fejlesztéssel szemben. És ez még szerintem mindig kint van az asztalon, és ezt azt gondolom, hogy ezzel a kampánnyal is erősíteni tudtuk. A másik, ami azoknak az embereknek szól, akik ránk figyelnek, az pedig talán az Európai Ügyészségnek a kérdése, és az egy válasz arra a percepcióra, ami nem egy hibás percepció, hogy milyen mennyiségű pénz korrumpálódik el az európai támogatásokból, és ez nagyon sok embernek elemi szinten piszkálja a csőrét, tehát nem azoknak, akik a tanulmányokat olvassák, és tudják, hogy milyen korrupciós felára van a forrásoknak, az EU-s forrásoknak, hanem azoknak, akik járnak, kelnek, például, ha jól emlékszem, Szekszárdon volt talán ez a tipikus példa, ahol ott vannak a hatalmas felhúzott műfházak, Kongó beltérrel. Tehát egy lélek nincsen ezekben a műfházakban, nincs benne program, nincsen funkcióval feltöltve, úgy építik meg ezeket az épületeket, hogy nem találják ki előre, hogy mi legyen benne, hogy miből fogják fizetni a rezsit, hogy ki fogja fenntartani egészen következő 10-15 évben, és ez borzalmasan piszkálja az embereket, fel vannak háborodva, és ezekre is választ kell tudnunk adni. Úgyhogy meglátjuk, hogy nyilván, hogy mit hoznak az eredmények, és mi lesz az európai választásnak az eredménye. Ez egy tisztább választás olyan szempontból, hogy nincsen a országgyűlési taktikai választás a porondon. Itt inkább azt tudják választani az emberek, aki szimpatikus számukra. Köszönjük szépen. Tehát akkor az LMP programja miatt el fognak menni az emberek az EP választásra, és azt gondoljuk, hogy az LMP-re fogják adni a voksukat, és ez azt feltételezi, hogy megtaláltuk azt a módszert, amivel nem csak a belvárosi értelmiségi réteget lehet megszólítani ahhoz, hogy menjen el az EP választásokra, hanem mondjuk a szekszárdi embereket is. Jaj. Azt gondolom, hogy a szekszárdi emberek pont ugyanolyanok, mint a belvárosi értelmiségek abból a szempontból, hogy pontosan tudják, hogy nekik mi fáj. Úgyhogy azt én nem, hogy is mondjam, tehát nem szeretem, hogyha úgy áll fel a kérdés, hogy van egy Budapest, ami valahogyan ilyen emberi minőségében, műveltségében, világlátottságában drámaian más, mint a vidék úgy általában. Szerintem nincs vidék úgy általában. Egészen más, hogy néz ki, de hát ezt mindannyian tudjuk, mindannyian tudjátok. Egészen más, hogy néz ki egy Nyugat-Dunántúli kisváros az osztrák határ mellett, mint egy szabolcsi falu. Ezek sokkal nagyobb drámai, sokkal drámaibb különbségek szerintem, mint hogy milyen, tehát mekkora az értelmiség aránya, részaránya egy adott településen, ami persze fontos. De nem akarom megkerülni a kérdést. Nem gondolom, hogy megtaláltuk azt a kulcsot, hogy viszonylag kis pártként hogyan tudunk mindenhova eljutni. Ezt egyrészt azért nem tudjuk a kulcsot ehhez még, mert ez tetszik nekünk, nem tetszik, ez részben erőforrás kérdés. Van, amit pusztán lelkesedésből nem lehet megoldani, nem lehet megugrani 1 éven, 2 éven, 3 éven belül. Van, amihez arra van szükség, hogy hosszas építkezéssel létrejöjjön egy olyan közösség, ami képes saját magát megújítani, fenntartani és bővíteni. Ez szerencsésebb helyein a világnak, mint amilyen Nyugat-Európa, erre a zöld mozgalmaknak volt 15-20 éve.
Ennek a szerencsétlen régiónak nincs 15-20 éve arra, hogy kitermelje azokat a politikai erőket, amelyek képesek végig gondolni, hogy mi következik ebből az összetett válságból. Tehát nekünk ha tetszik, hanem akkor is kell menni előre, hogyha nem tudjuk megmondani most még pontosan, hogy hogyan tudunk eljutni minden faluba. Ez persze nehéz helyzetbe hoz minket, és most akkor hadd tegyem fel egy pillanatra ezt a politika tudománnyal foglalkozó kalapomat. Én elég sok tanulmányt olvastam, mert tanszéki értekezletekre, meg tanszéki szemináriumokra kénytelen voltam elolvasni arról, hogy mitől és hogyan ketyeg a választó. Ennek egyetlen következtetés adódott mindig belőle, hogy fogalmunk sincsen. Valójában senki nem tudja, hogy pontosan miért megy el egy adott választói csoport az adott választásokra. Nem tudjuk pontosan, hogy milyenek alapján dönti el, hogy kire szeretne szavazni, és kire nem szeretne szavazni, kit szeretne egy adott helyen látni, és kit nem. Vannak a politikai marketingnek ilyen meggyőződéses, mély igazságai, amik rendre megcáfolódnak egy-egy választáson. Úgyhogy én ezekben nem is mennék bele. Tehát teljesen mindegy, hogy valaki megvan róla győződve, hogy a választások és a demokratikus politika abszolút personalizálódott, csak és kizárólag személyekről szól. Mindig szokott jönni utána egy olyan választás, ahol kiderül, hogy teljesen ismeretlen személyi állománnyal fölálló pártok egyszer csak áttörnek. Ez Európában egyébként könnyebb mondjuk, mint Amerikában, de nem is ez a lényeg. A lényeg az, és akkor most leveszem ezt a kalapot, hogy a magyar parlamenti választások történetében a legkisebb információtartalmú kampányon vagyunk túl. Tehát a parlamenti választások kampányának az információtartalma az maximálisan egy mondat, némely pártoknál egy vagy két szó. Ennél lejjebb nem lehet menni információs tartalomban, és ezen az országjáráson azt vettem észre, hogy a választók teljesen különböző csoportokból, és teljesen mindegy, hogy ez most az illető faluban lakik, kisvárosban vagy Budapesten, borzasztó hálás azért, hogyha valaki végre mond neki valamit. Hogyha nem csak azt hallja, hogy folytatjuk, nem csak azt hallja, hogy ez aztán nagyon megy nekünk. Nem csak azt, hogy na ezek takarodjanak a fenébe, hanem mondanak neki valamit, szinte bármit. Tehát ha van kitörési pont ebben a pillanatban, az nem azért van, mert mi olyan baromi erősek vagyunk. Nem azért van, mert olyan nagyon egyszerűen el tudnánk mondani, hogy mi az a zöld üzenet, amely a dolognak a lényege. Mert a zöld üzenet az részben pontosan az, hogy próbálj meg nem sémákban gondolkodni, próbálj meg a megszokott logikán kívül helyezkedni, próbálj meg összefüggéseket látni. Ez egy nehéz feladat, ez tényleg nehéz. Tehát ez nem olyan egyszerű, ehhez általában kell az a sok, hogy mindenki más nem mond neked semmit. Mindenki más, aki körülvesz, annyit mond, hogy jó ez így, ahogy van, vagy azt mondja, hogy hát ez úgy, ahogy van, elásni való. És azt látom, és ez az egyik reménység ebben a pillanatban, hogy az embereknek ebből azért kezd elegük lenni. A másik fontos tanulság nekem ebből az eddigi, hát most ezt országjárásnak hívni abban az értelemben túlzás, hogy nem voltunk mi 3000 településen, tehát nem mondhatja egyikünk sem azt, hogy most úristen, de bejártuk az országot. Nem, Magyarország jelentősebb városaiban tartottunk sajtótájékoztatókat és találkoztunk, még annyi választó valamennyit ott éppen meg tudtunk szólítani pár órán belül. Tehát nem akarok úgy tenni, mintha most mi heroikusan beterítettük volna a 93.000 négyzetkilométert, és mindenkinek elmondtuk volna a programunkat. De úgy tudtunk oda menni ezekre a gyűlésekre, a sajtótájékoztatókra, hogy aki ott volt, az azt érezhette, hogy amit mi elmondunk, azt azért mondjuk el, mert végig gondoltuk. Azért mondjuk el, mert együtt raktuk össze azt a programot, amiben másnak tényleg nem nagyon van. Azért tudjuk ezt elmondani, mert együtt találtuk ki, hogy mik lehetnek azok az üzenetek, amik fontosak ebben az országban. És azért tudjuk hitelesen elmondani, mert nem marketing alapon szerveződik ez a kampány, mellesleg nem is lenne rá pénzünk, hogy marketing alapon szervezünk egy kampányt, úgyhogy így kell a szükségből erényt kovácsolni. Nekünk muszáj pontosan tudni, hogy mit mondunk, mert különben nem tudják nekünk megmondani marketinges főguruk, hogy milyen mondatba kell belerakni azt, amiről nem tudjuk, hogy micsoda. Úgyhogy én ebben reménykedem, hogy ez még tud működni ebben az országban. Abban reménykedem, hogy ez nem csak Magyarországra jellemző, abban reménykedem egyébként, hogy például Horvátországban is valami hasonló zajlik.
A horvát politika ugyanazon a cikluson ment keresztül az elmúlt 10 évben nagyjából, mint a magyar, talán kevésbé kiélezett, kevésbé polarizált formában. És abban reménykedem, hogy a fölzárkózásban sikertelen, lemaradó félben levő, vagy éppen eleve szinte reménytelen helyzetben levő országok választói egyre inkább rájönnek arra, hogy muszáj elkezdeni gondolkodni. Hogy nem elég a hagyományos sémákon végigrágniuk magukat, nem elég a politikai palettán végigpróbálni mindent balról jobbra, majd jobbról balra, hanem meg kell próbálni arra választ találni, hogy mi legyen, nem arra választ találni, hogy mi volt eddig. Én ezzel most nem is terhelném tovább a fantáziátokat, mert a szakpolitikai kérdésekből hát azt a program alapján lenne jó, hogyha kérdeznétek, hogy kinek mi a fontos. Nekem ebből ez volt egyedül a tanulság, és mondom, a fontos számomra az, hogy ha azt át tudjuk vinni, hogy a zöld gondolkodás egyszerűen annyit jelent, hogy felejtsd el a sémákat, próbálj meg a kérdés, meg jól megfogalmazni a kérdést, és arra értelmes választ találni, azzal én már boldog lennék. Köszönöm szépen. Hekka, bocsánat, én nem tudom neked azt mondani, hogy Heltai László, tehát Hekka, légy, te is mondd el a gondolataidat, és aztán utána azért mégse hagynának benneteket ennyiben, mert még feltennék egy számomra érdekes kérdést, és aztán utána megkérnénk Róna Pétert és Szívet, hogy jöjjenek vissza, és akkor nyissunk meg egy olyan teret, ahol mindenki kérdezhet mindenkitől. Jó, én azt gondolom, hogy az LMP előtt a következő években áll az a feladat, hogy elültessenek egy nagyon egyszerű sémákat, hogy mi az, amit szeretünk, és mi az, amit nem. Tehát a mostani pártokról így nagyjából tudják az emberek, bár most már eléggé megkavarodtak. És amit én erről gondolok, az az, hogy már az ideológiák, meg a nagyívű fejtegetések, azok meleperegnek róluk, de hogyha az ember példákat mond, hogy hogyan kéne élned, vagy hogyan élhetnél, és erre példákat hoz, az megragadja őket. Tehát igazából ez a képes beszéd, ami talán jól működik. Ami az eredet első kérdésed volt, hogy akkor miért is vagyunk zöldek, és hogyan lehet ezt megfogalmazni, és akkor mit is képviselnénk. Számomra ugye a zöldség onnan indult, hogy én közgazdász vagyok, és olvastam a Schumachernek a Kicsi Szép című könyvét, és abban le van írva egy olyan emberközpontú gazdaság, ami békében és harmóniában él a természettel, és emberléptékű. Tehát nekem ez a kiinduló pont. És azt gondolom, hogy ezt el is lehet egyszerűen mondani, hogy egy kizsákmányolásmentes olyan gazdaság, olyan társadalmi gazdasági rendszer, ahol mindenkinek van értelmes munkája, nem kell 16 órát a szalag mellett állnia, és van ideje és ahhoz, hogy közösségben, családban létezzen. Tehát ez a keret, ez az a cél, amiért dolgozunk, és azért vagyok zöld, mert hogy a ma egyik legnagyobb kihívás erre az emberközpontú, emberléptékű gazdaságra, az a környezetrombolás, illetve az a globális gazdasági rendszer struktúra, ami felépült. Ugye biztos, akik itt vannak, azok talán mind tudják, hogy a Kicsi Szépet éppen egy másfél hónapja adták ki újra magyarul, tehát például ez egy olyan út, ahol persze először a baráti körben, de aztán lehet menni tovább egy olyan hálózatot felépíteni, vagy olyan köröket felépíteni, ahol ezeket az eszméket, amik már 40 éves eszmék, de még szerintem mindig élők, hogy ezeket terjeszteni. Ami pedig ebből az Európa Parlamentre vonatkozik, az, de több minden elhangzott már, ugye a gazdasági szereplők lobby tevékenységének a korlátozása, a spekulációs adó bevezetése, az adóparadicsomoknak a kérdése. Tehát lényegében a saját cselekvőképességünk visszaszerzése, ez az egyik legfontosabb. A másik pedig, hogy tényleg ez a természet és ember kizsákmányolásának meggátolása, ami vonatkozik ugye a munkatörvénykönyve, vonatkozik az európai béralkú, illetve a különböző környezetvédelmi intézkedések, illetve az energia és anyagszegény gazdaság felépítése. Nagyon röviden ennyit gondoltam, aztán átadom a szót. Köszönjük szépen. És akkor még egy kérdést tennék fel nektek, amire szerintem megint érdekes lehet az, hogy mit gondolunk, és talán a közönség számára is érdekes lehet. Ugye nagyon sokszor látszódott az elmúlt években, hogy az Európai
unióban való politizálás az kicsit messze áll a nemzeti közösségekben folyt politizálástól. Csak hogy néhány példát mondjak, ami az én szakterületemet illette az elmúlt 4 évben, ugye az oktatás és főleg a roma integráció területén ugye láttunk olyan Európai Uniós intézkedéseket, amik nagyon-nagyon jól hangzottak, nagyon szépek voltak, a számok, az óhajok, az akaratok mind nagyon elfogadhatóak voltak. Viszont az, ahogyan ebben az országban az irányítás a nemzeti szinten zajlott, az ennek totálisan az ellenkezőjét mutatta. És ugye mit tudott tenni ilyenkor egy politikus? Hát amikor találkozott bizonyos EU-s politikusokkal, akkor elmondta, hogy hát ezek nagyon szépek, és mi ezt természetesen nagyon ünnepeljük, de hát hogy a valóságban nem erről van szó. Tudom azt, hogy egyiküknek sincs tapasztalata abban, hogy mi lett volna, ha lett volna az elmúlt 4 évben az Európai Parlamentben is képviseltünk, mert nem volt. De hát én most sem majdnem, hogy biztos vagyok benne, hogy lesz. Nem sokára, 10 nap múlva, vagy 11 nap múlva. Arra lennék kíváncsi, hogy ti hogyan gondolkodtok erről. Hogy hogyan lehet azt a politikát, amit ti ott azért egy picit távolabb ettől a magyar, hát hogy is mondjam, berögzött dolgoktól, kicsit szabadabban tudtok folytatni, azt hogyan fogjátok tudni összehangolni mind az itteni LMP, mint párt, mint frakció gondolkodásával, működésével, illetve hogyan tudjátok az itt fontos nemzeti politikai célokat a nagy EU-s gondolkodásban megjeleníteni? Én rövid leszek, de egy kicsit távolabbról indulnék. Én onnan indulnék, ahol Róna Péter abba hagyta, hogy paradigmaváltás kell az Európai Unióban. Ugyanis emlékszem, pontosan jól emlékszem, hogy 2009-ben, amikor még Horányban voltunk elvonuláson, akkor, ha jól emlékszem, akkor még Schering Gábor beszélt arról, hogy most, hogy itt van a válság, most itt van a lehetőség arra, hogy az Európai Unió rájöjjön arra, hogy paradigmaváltásra van szükség, és ugye egy zöld út az megoldást jelent a jelenlegi válságra, és azt latolgattuk, hogy ez mennyire fogja fellendíteni a zöld politikát Európa szerte. Erre kristálytisztán emlékszem, mert vannak ezek a fordulópontok, amikor az emberek úgy jósolnak, és akkor azt jó megjegyezni, és egy 4-5 év múlva visszatekinteni rá, hogy úgy történt-e. És most nagyjából azt látom, hogy a válságkezelésben a zöld javaslatok és a zöld ötletek sok országban beépültek, és én azt gondolom, hogy a következő ciklusnak az a tétje, hogy akármekkora is lesz ez a zöld frakció, sikereket kell elérnie, méghozzá átütő sikereket kell elérnie, és ehhez kell a politikát szabni, szinte mindent fölülírva. És erre mondanék is egy példát, például az ifjúsági garancia program, ami zöld kezdeményezés volt az Európai Parlamentben. Itt az elmúlt 2 hétben a fiatal politikusokkal folytatott vitákban, illetve a szakszervezeti vitán, ahol a Meszerics vett részt, lényegében az összes nagy politikai formáció itthon Magyarországon a saját gyerekének adja el az ifjúsági garancia programot, ami már tényleg ilyen nagyon vicces szokott lenni a vitákban, hogy mindenki azzal rukkol elő, hogy az ifjúsági garancia programot mi találtuk ki, mondta a Néppárt, fideszes képviselő, akkor én is összevesztem egy MSZP-s képviselőjelölt fiatal úriemberrel, hogy akkor most kinek a gyereke. Tehát a sikereket, hogyha tényleg vannak sikeres kezdeményezések, azok átjönnek, azok hasznosulnak, azok elkezdenek működni. Persze mindenki a sajátjának kívánja eladni az országban. Úgyhogy azt gondolom, hogy a következő ciklusban a zöld frakciónak az lesz a feladata, hogy mindent annak rendeljen alá, hogy olyan projekteket tudjon átlobbizni, átdiplomáciázni az Európai Parlamenten, ami jó a keleti perifériának és jó a déli perifériának. Ehhez azt is gondolom, hogy arra is szükség van, hogy a keleti periféria országa és a déli periféria országai szövetséget kössenek egymással, minél több, akár politikai formáció, akár politikán kívüli formáció, rengeteg konferencia, egyeztetés, beszélgetés során alakuljon ki, igen, egy olyan politikai formáció, amely kommunikálni tudja azt, hogy mire van szüksége ahhoz, hogy Európa igazságosabb legyen. Ezt muszáj erőteljesen kitenni az asztalra, mert
az a fajta európai váltás, európai szinten, ami nekem tényleg azt üzenné, hogy a következő 10 évben ugyanúgy fognak élni Hollandiában és Svédországban, mint mondjuk Szlovéniában és Görögországban, az azért még nem látszik. Tehát nem látszanak azok a kezdeményezések, amelyek ezt velem úgy elhitetnék. És hogyha ez nem megy szép szóval, akkor majd megy erővel, ehhez össze kell fogni, azt gondolom, ezeket a... bármint politikai erővel, össze kell fogni ezeket az országokat. És ennek még egy súlyát látom, vagy még egy tétjét látom ennek a történetnek, hogyha az EU nem tud értelmes válaszokat adni erre a helyzetre, akkor az Orbán Viktorok azok jönni fognak. Tehát van még Orbán Viktor Európa tarsójában, és jöhetnek még Orbán Viktorok különböző országokban. Nem a mi miniszterelnökünk az egyetlen olyan, aki ilyen jellegű eszközökhöz folyamodik a saját hatalmának a megőrzése érdekében. Úgyhogy Európának ezt is meg kell értenie, hogy az Orbán Viktori jelenségre adott válasza, ami egyébként kifejezetten hasonlít arra a válaszra, amit a saját balliberális oldalunk ad a Jobbik jelenségre, vagy adott eddig a Jobbik jelenségre, az nem fog megoldáshoz vezetni. Az nekünk nem jó, hogyha Európából szidják Orbán Viktort, hogy mekkora antidemokrata, mert ezzel nem oldódik meg az a probléma, amiből Orbán Viktor él, és amiből ő szedi a politikai tőkéjét. Ergo meg kell oldani azt a problémát, amiből az Orbán Viktorok gyűjtik a politikai tőkéjüket, és egy igazságosabb Európára van szükség. És abban bízom, hogy ahogy a balliberális oldal Magyarországon rájött arra, hogy a Jobbik jelenséget nem lehet úgy megoldani, hogy kikiáltjuk, hogy ők nácik, hanem meg kell oldani azokat a problémákat, amikből a Jobbik él, és amiből ők politikai tőkét szereznek. Én abban bízom, hogy Európa is képes lesz megérteni azt, hogy a helyzetet kell kezelni, és nem a tüneteket. Vagy az okokat kell kezelni, és nem a tüneteket. Igen, én emlékszem a kérdésre, és ezért vagyok bajban, mert erre persze nem könnyű válaszolni, de 3 dolgot szeretnék azért mondani. Az egyik az, mind a kettő, az első kettő az biztos, hogy mérsékelten, de jó hír lesz. Szóval ugye a magyar emberek általában híresek a pesszimizmusokról, a szkepszisükről és a mély letargiára való hajlandóságukról. Erre az a helyzet, hogy az elmúlt 20-25 év politikai elitje iszonyú buzgón dolgozott azon, hogy visszaigazolja a magyar társadalomnak, hogy teljes joggal pesszimista. De én azt gondolom, hogy ez nem ilyen értelemben nem nemzeti karakter, tehát ezen lehet változtatni. Ez elsősorban persze nem egy európai parlamenti választáson fog eldőlni. Tehát nem akarom azt mondani, hogy na majd most mi megmutatjuk, hogy hogyan lehet ezt megváltoztatni. De a következő pont, amit szeretnék mondani, ami ténylegesen a kérdésedre ad választ, hogy hát hogyan gondoljuk azt, hogy ezt itt bármit itt lehet rendesen képviselni Európában. Ezt szoktuk kapni ezt a kérdést sajtótájékoztatókon is, és hogy miért olyan fontos, hogy legyen 1-2-3 néhány képviselő, mert hát úgysem mi fogjuk adni a többséget. Itt azt hiszem az a baj, és én dolgoztam huzamosabb ideig a frakció mellett, tehát ez egy közös tapasztalatunk, hogy ami a magyar optikai csalódást okozza, az az iszonyatos 2/3 úthenger. Szerte széjjel Európában azért a parlamenti politizálás az nem úgy áll föl, mint Magyarországon. Ahol annyi történik, hogy mindenki elmondhatja a maga véleményét, majd van egy szavazás, és ennek semmi következménye nincsen a szavazás eredményére, mert hiszen a kormány oldalnak megvan a 2/3. A parlamenti politika boldogabb vidékeken és jobb esetekben, szerencsésebb körülmények között egy csomó esetben politikai egyeztetésekről, ne adj Isten alkudozásokról, de mindenképpen valami összehangolt tevékenységről szól. Ez az Európai Parlamentben sokkal gyakoribb, mint a nemzetállami parlamentekben egyáltalán, és különösen sokkal gyakoribb, mint egy 2/3 uralt Magyarországon. Hogy miért van jelentőség annak, hogy egyáltalán egy képviselő odajön, el szoktunk mondani egyrészt azt, hogy hát azért, mert az az egy képviselő is meg tudja győzni a saját pártcsaládját, hogyha tényleg igaza van, és tényleg fontos az, amiről beszél, és az már mindjárt megsokszorozódik, akkor az a pártcsalád el tud kezdeni tárgyalni másokkal, stb. 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 De nem csak erről van szó. Az Európai Parlamentben rendszeresen vannak olyan döntések, amelyek 1-2 szavazaton múlnak. Ettől el szoktunk Magyarországon.
Nagyon konkrét példa, ugye az az a javaslat volt, ami ugye az atomkivezetéssel kapcsolatban, hogy új, tehát hogy a reaktorok felújításánál kötelező legyen ugyanaz a fajta környezeti hatástanulmány, mint amilyen új atomreaktorok telepítésén lett volna. Ez ugye pontosan ugyanannyi szavazatot kapott mind a két, tehát pontosan ugyanannyi volt az igen és a nem, és ezért nem ment át. Ha lett volna csak egyetlen egy magyar, horvát, cseh, zöld képviselő az Európai Parlamentben az előző ciklusban, nem lehetett volna a Paks 2 szerződést aláírni. Ez ilyen egyszerű. Tehát nem kis dolgok múlnak azon, hogy van-e egy, kettő vagy három képviselő még ilyen vagy olyan oldalon, ilyen vagy olyan meggyőződéssel. Ezek rettenetesen komoly tétek tudnak lenni az Európai Parlamentben. Az persze igaz, hogy ez az európai projekt, ez alapvetően egy gazdasági, integrációs, piaci elvű, hát szabadkereskedelmi projektként indult. Aminek a tetejére rátelepült egy olyan politikai intézményrendszer, ami nincs teljesen összhangban azzal, amilyen integrációt megvalósított a gazdaságban. Nem annyira meglepő, hogy ami kikényszeríthető, könnyen kikényszeríthető ebben az pillanatban az Európai Unióban, az a tőke és az áruk szabad áramlásának az elve. Az majdnem mindig kikényszeríthető. Az összes többi fontos elv, ami fontos lenne a politikában, az sokkal nehezebben kikényszeríthető az Európai Unióban. Ezért van az, hogy amikor te találkozol, vagy más parlamenti képviselők találkoznak, ugye az Európai Parlamenti képviselők, és elmondják, hogy hát ezek a szép direktívák vannak, mire te elmondod, hogy de ezek nem bírnak érvényesülni, és mindenki megvonja a vállát. Na ez az a helyzet, hogy az intézményi kérdés. Azért vonják meg a vállukat, mert ez nem kikényszeríthető az Európai Unióban, ezeket mind újra kell gondolni, hogy mi az, ami ténylegesen nemzetállami felelősség, és mi az, ami ténylegesen európai szintű felelősség, és ennek nem kell, hogy az legyen a vége, hogy feltétlenül 10 éven belül egy Európai Egyesült Államok jöjjön létre. Semmit nem kell európai felelősségi szintre vinni, meggyőződésem szerint, ami mellé nem tudunk demokratikus ellenőrzést biztosítani. Az kerülhet az Európai Unió felelősségi szintjére, amiről tudjuk, hogy ellenőrizhető, elszámoltatható és felelős képviselők hajtják végre. Ha azonban ez megoldható, akkor nem látom indokát annak, hogy miért ne lenne kikényszeríthető mondjuk egy normális, igen. Tehát azok a direktívák, amiket most az égvilágon senki nem vesz figyelembe, hogyha nem áll érdekében. Úgyhogy nem tudom, hogy ez mennyire optimista, vagy mennyire pessimista, de mondom, abban reménykedem, hogy azt lehet talán látni, hogy nem azért vagyunk mi pessimisták, mert úgy születtünk, hanem mert 20 éven keresztül azon dolgozik a magyar politika, hogy azok maradjunk, és ezt meg lehet változtatni. Ja. Van saját. Én megpróbálok röviden reflektálni arra, amit így felvetettél ezekkel a EU-s programokkal, pénzekkel kapcsolatban. Én a társadalmi felzárkóztatási programokra nem nagyon látok rá. Egyrészt azt gondolom, viszont dolgoztam EU-s pénzekkel, tehát a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnél, és azt láttam belülről, hogy egyrészt le kell vetkeznünk ebben a kérdésben a maximalizmust. Tehát ez egy nagyon fontos kérdés. Tehát, hogy mindig minden programot lehet szidni, és sosem sikerül 100%-ra, és meg kell tanulnunk értékelni a 50-60%-ot is, ez az egyik. Tehát, hogy kapcsolódik a pessimizmushoz is. Ilyen az ilyen programoknak a természete, hogy nyilvánvalóan nem fog soha semmi 100%-ban megvalósulni. Nagyon ritka az olyan, amikor teljesen sikerül valami. A másik pedig, hogy mindezek a programok, akár a felzárkóztatás, akár más területeken, ezek tulajdonképpen szépségtapaszok. Tehát akár, hogy mondok egy példát, amit én jobban ismerek, helyi gazdálkodók, helyi mezőgazdasági termelők piacra akarnak jutni, és akkor EU-s pénzből építenek nekik egy piacot, vagy éppen támogatásokat adnak, hogy ezt termeljenek, azt termeljenek, de ez tulajdonképpen csak egy ilyen vakarászása a témának, hiszen ők akkor fognak tudni megélni, hogy hogyan lesz a gazdasági struktúra rendszer, hogy nem mindenki a Tesco-ba megy, és nem a nagy táblás gazdálkodásból a természetet kizsákolják,
spanyolva úgynevezett olcsó élelmiszert állítanak elő. Tehát az igazi változás akkor fog előállni, hogyha teret tudunk csinálni az ilyen gazdálkodóknak, és akkor maguktól ki tudnak alakulni ezek a piacok, akkor lesznek élők, támogatásokkal csak ideig, óráig lehet ezeket fenntartani. Természetesen szemléletbeli váltás is szükséges, de hát ez meg hosszú távú dolog. Most megpróbálhatnám ezt a példát kiterjeszteni a társadalmi felzárkóztatásra, de végül is az elég kézenfekvő, hogyha van munka, van értelmes munka, és az embereknek esetleg van egy kis szabad ideje is mondjuk a közösség ügyeivel foglalkozni, akkor sokkal könnyebben mennek ezek a dolgok is, mint hogyha csak azt nézzük, hogy most az adott egy évben van, mit tudom, 500 millió forint egy programra, és akkor abból teremtünk 15 munkahelyet, és akkor aztán mi lesz. Tehát ezeknél a programoknál mindig az van, hogy akkor van egy kis fellendülés, aztán várjuk a következő lépést. A következő lépés csak akkor tud megvalósulni, hogyha nagyobb keretek változnak, és hát ez pedig az Európai Unióban dől el, részben a parlamentben, részben más helyeken, hogy mik azok a nagy keretek, amik lehetnek. Most csak egy olyan példa jutott eszembe, hogyha például nem lehet kilopni a pénzeket adózatlanul adóparadicsomokba, akkor lehet, hogy a jövedelem tulajdonosok mondjuk ilyen befektetnek, vagy otthon fektetik be, vagy éppen karitatív célra használják, vagy ilyesmi. Köszönöm szépen. Akkor most megkérném Runa Pétert és Szívet, hogy jöjjenek vissza hozzánk. Megnyitnám a kérdésfeltevés lehetőségét, hogy minden jelenlévőtől az elhangzottak alapján, vagy teljesen új dolgokat, új gondolatokat felvetve, akkor beszélgessünk egy kicsit. Az a baj, hogy ezt, tehát oda fogjuk adni az egyiket, szerintem az egyiket adjuk oda, és akkor azt így... De van kapcsolva? Be. És akkor arra kérném az asztalnál ülőket, hogy aki meg van szólítatva, ide teszem középre a mikrofont, és akkor válaszoljunk a kérdésekre. Hogy többször elhangzott, hogy Európa kérdései, nagy kérdései azok összekapcsolódnak, és nem lehet rájuk külön-külön válaszolni, csak egybe, és a zöldeknek erre vannak koherens válaszai. De erre lenne egy példakérdésem, tehát például a megújuló energiaforrások szerepének növekedése az fontos dolog, és közben a megújuló energiaforrások terén technológiai, meg sokszor földrajzi szempontból is versenyelőnyben vannak a nyugat-európai országok, akik már sokkal többet fektettek ebbe, mint a kelet-európai országok, ahol bizonyos esetekben, például lengyel palagáz esetén nem megújuló energiaforrásokban, meg nekik van versenyelőnyük. Tehát hogy lehet összeegyeztetni a megújuló energiaforrások szerepének növekedését a konvergenciával, hogy ne szakadjanak le még jobban azok a periféri országok, amik ebben még nem fektettek bele. Ki akar válaszolni, Heka? Én. Egyrészt technológiában nyilván van egy versenyelőny például a német gazdaságnak, hiszen 10-15 éve folyamatosan ebbe investálnak, keresletet teremtettek. De ez mutatja ez a példa, hogy ez a kereslet Magyarországon is megteremthető, hiszen tehát attól, hogy ők sok rendszert gyártanak, különböző elektromos rendszert, az első időszakban nyilván azt importáljuk, de sokkal könnyebb egy hátteripart kialakítani megújuló erőforrások területén, mint mondjuk atomenergiába, vagy akár más területen is, hiszen kisebb léptékű és átláthatóbb rendszerekről van szó. Ez az egyik. Másrészt vannak olyan dolgok, amikben nekünk van versenyelőnyünk, például Magyarországon többet süt a nap, mint Németországban, de van olyan iparág is, ami Magyarországon, mint hagyományosan, mint távlatosan fejlettebb lehet, ez például a geotermikus energiának a kihasználása. Ezt korábban már most is sokat használjuk, illetve olyan rendszerek vannak, főleg az Alföldön, a különböző városokban, amelyekből lehet építkezni, és vannak olyan területek, például a biomasszának a felhasználása, a helyi biomassza felhasználása, ahol szintén megvan az a tudás, egyszerűen kellene egy állami vagy európai segítség, ami azokat a cégeket segíti, akik ebbe investálnának, és szintén segítség lenne, hogyha a kutatásfejlesztést erre állítanánk rá. Tehát, hogyha létrehoznak egy pár tucat fős kutatóintézetet, ami aztán mondjuk néhány száz fősre felnő, és a magyar találmányokat próbálnak meg piacképessé tenni, én azt gondolom, hogy ez a versenyhátrány ledolgozható. Tehát nyilvánvalóan meg németek szereztek olyan versenyelőnyt, ami
ami létezik, de különböző példák azt mutatják, hogy abszolút nem lehetetlen egy közepesen fejlett régióban is ennek az útjára lépni. Említeném itt például a navarrai példát. Navarrában, átadom Katának a szót, ja? Szóval Navarra tartományban 85%-os függőségből egy majdnem önállátó, elektromos áram tekintetében önállátó gazdaságot építettek ki, úgyhogy a szélenergia háttériparát fejlesztették nagyjából, tehát ez egy durván leegyszerűsítve a dolog. Just to add two things to that. One is on the subject of shale gas, which is an extremely environmentally damaging process. I'm not sure what's happening in Poland, but certainly in the UK, this is a major campaign now for the British Greens against fracking, as it's called, or shale gas extraction. The economic benefits are very suspect and very short term, and the environmental impact is enormous. So it's something which we're very much opposed to. The other element in this is the need for investment in a energy grid throughout the EU. So part of the job creation, green new jobs, would be an investment in infrastructure and creating a trans-European grid which would enable us to feed in renewables as and when they were available, as and when they came on stream. Igen, két dolog. Hát ugye nem minden a németeké. A tengerhullámból kinyert energiatechnológiában az élen járok a portugálok. Tehát ott a szabadalmak, a domináns szabadalmak, mind portugál szabadalmak, azt ők fejlesztették ki, az az övéké. Tehát meg lehet csinálni. Nem egy gazdag országról van szó. Ők elég sokat tudnak a tengerekről, már egy ideje, és ennek a hagyománynak a mentén, és azt felhasználva, ők erre a területre koncentráltak, és meg is van az eredménye. A másik kérdés ugye az, hogy van az Európai Unióban egy felosztás, hogy az Európai Bizottság mivel foglalkozik, és bizonyos értelemben az Európai Parlament is ezt a felosztást tükrözi. Ez nem egy különösebben jó felosztás. A korábbiakban említést tettem a felzárkózást hátráló körülmények feltárálásáról, tehát a konvergencia monitorizálásáról, amivel senki se foglalkozik. Nem, tehát itt van egy olyan tétel, ami egy alapvető tétel lenne egy éppen európai egységet, európai uniót létrehozni kívánó politikai tömörüléshez, és éppen azzal nem foglalkozik, ami a dolognak a lényege. Ez a mai Európai Unió. Hasonló a kérdés az energiapolitikával kapcsolatban. Ugye napnál világosabb, és Tusknak, Donald Tusknak ebben teljesen igaza van, hogy az egész ukrán válság meg se történt volna, régen megoldódott volna, mégis megtörtént volna, ha Európának lenne egy egységes energiapolitikája. Tehát az Európa képes lenne arra, hogy európai szinten lépjen fel az energiához fűződő kérdésekben, akkor az energiának az egész politikai, geopolitikai dinamikája alapvetően megváltozna. Nem? Tehát, hogyha Európa az európai országok között kialakulna, és nem lenne lehetőség egyeseknek, mint például Putyinnak arra, hogy kijátsz az egyik országot a másikkal szemben. És ő ebből él, orosz külpolitika. Nem? Tehát itt arról van szó, és ez nagyon fontos ebben a kérdésben, hogy a többi magyar párt és a többi európai párt is az euroszkeptikusok nyomására ilyen Európa Unió kritikai megközelítéseket fogalmaz be, meg ami nézetem szerint pont a legrosszabb út. Tehát
itt éppen az ellenkezője van szó, ahhoz, hogy Európai Unió sikeres legyen, sokkal több Európára van szükség, mint jelenleg. Sokkal nagyobb koordinációra, egységes politikára, és így tovább. És ez vonatkozik a környezetvédelemre is. A környezet, ez nem egy környezetvédelem, a környezeti problémák különösebben nem veszik figyelembe, hogy hol húzódnak meg az ország határok. Tehát ez egy nagyon komoly közös nevező mindenki számára. És mindaddig, amíg ezt a kérdést, az alternatív energia kérdést nemzeti szinten kezeljük, tehát az egész energiapolitikát, energiatechnológiát nemzeti szinten kezeljük, addig gazdasági és politikai szempontból egy nagyon komoly diszfunkcionalitásnak vagyunk az áldozata. Tehát a válasz a kérdésére az, hogy egy egységes európai energiapolitikára van szükség, és azon belül a technológia helyének a helyes megfogalmazása. További kérdések? Senki? Ennyire nem lehetünk meggyőző. Parancsolj. Csak nehogy azt higgyék, hogy semmi kérdés nincs. Bőven van kérdés, csak kicsit kóvályog, mert nagyon széles a spektrum. Volna egy olyan kérdésem, ami a zöld politikának az uniós szintű érvényesüléséhez kapcsolódna. Nevezetesen, hogy innen Magyarországról ugye az Európai Parlament, Európai Unió Parlamentje gyakorlatilag úgy látjuk, hogy egy olyan nagyon messze lévő valami. De az Európai Bizottságot azt egy kicsit közelebb látjuk, de még az is bőven a ködben van. Na most ugye oda elmegyünk, elmegy egy magyarországi kis párt politizálni, akkor igazából abban a ködben még megkeresni egy ilyen kicsit nagyon nehéz lesz. Tehát a kérdésem az, hogy van-e, hogy hogyan lehet ezt, vagy mik a tervek arra vonatkozóan, hogy visszafele is legyenek a zöld pártoknak kapcsolódásai, ne csak kifele próbáljunk mindig valami eredményt elérni, illetve az uniós szinten lehet-e valamilyen egységes zöld párt, ami egész Európában politizál, és az ilyen kis pártoknak, mint például a Magyar Zöld Párt, kicsit besegít, vagy egy kicsit határozottabbá teszi a megjelenését nemzeti szinten? Én válaszolnék az első felére, az, hogy mik egy európai pártnak a feltétele, hogy mi kell ahhoz, hogy létrejövessen egy európai párt, arról szerintem Steve többet tudna mondani, mint én, mert régóta dolgoznak ezen a kérdésen. Én elkezdeném az elején, tehát a kérdés elején. Az, hogy viszonylag keveset tudnak magyar választók, európai parlamenti képviselőik munkájáról, az nem azért van, mert ezek az információk ne lennének úgy nagy általánosságban elérhetőek. Hanem ez azért van, mert a politika természeténél fogva a politikus általában arra reagál, ami az ő politikai érdekeinek megfelelő. Ezért a standard nagy pártok, európai parlamenti képviselői a pártjuk vezetőségéhez rohannak haza, mert azon fog múlni, hogy hol lesz a listán a helyük a következő évben. Ebben egyébként általában jelentősen különböznek ettől a zöld párti képviselők, és ebben is innovatívabbak szoktak lenni, de vannak nagyon egyszerű dolgok, amiket holnap meg lehetne valósítani, és ezen szerintem viszonylag gyorsan fogunk tudni dolgozni, hogyha kijutunk. Például az európai parlamenti képviselők szavazási magatartásának a követése, az most is elérhető egy honlapon, vagy több honlapon is, de mindenkinek a nyelve angol. Ez az ország még nem tartott, hogy mindenki tudja ezt azonnal követni egy angol honlapon, de nagyon kis befektetéssel magyar Iker oldalt lehetne csinálni, ahol azt gondolom, hogy akkor a sajtó is viszonylag nagyobb érdeklődéssel fordulna ahhoz, hogy vajon mégiscsak hogyan szavaznak azok a képviselők, akik különböző programokkal és különböző plenáris ülésen elhangzott szónoklatokkal jelennek meg legjobb esetben a magyar sajtóban. És akkor kiderülne például, hogy most már a belpolitikát is egy kicsit belerángassam, akkor kiderülne például, hogy az a borzasztó nagy szabadságharc, amit a Fidesz folytat Európával szemben, azért az a parlamenti szavazásokon nem egészen úgy néz ki.
rendszeresen előfordul, hogy a retorikájukhoz képest elfelejtenek úgy szavazni, ahogy éppen ezt itthon előterjesztik. Van, amikor teljesen ellentétesen, és egy csomó esetben meg egyáltalán nem szavaznak. Na, ezt nagyon egyszerű lenne követni, és ez egy ilyen többé-kevésbé vállalásunk, hogy ezt szeretnénk viszonylag gyorsan megoldani, hogy ez legalább a szavazási magatartás itthonról, magyar nyelven könnyen, gyorsan elérhető legyen az interneten. Hogy hogyan lehet átélhetőbbé tenni egy európai parlamenti szakbizottsági vitát, az már egy sokkal nehezebb kérdés, mert a szakbizottsági viták a legritkább esetben borzasztó szórakoztatóak egy kívülálló számára. Tehát ez nem az a világ általában, de egyébként ez nemzetállami parlamentekre ugyanígy igaz. A néhány szakértő érdeklődő kivételével az égvilágon senkit nem zaklat föl egy törvényjavaslat parlamenti szakbizottsági vitája. Hogy az itt elérhető információt hogyan lehetne kezelhetőbbé tenni, erre nagyon jó ötletem nincsen, de meg vagyok róla győződve, hogy erre lehetne nagyon egyszerű, nagyon követhető formákat, szintén követhető formákat találni, és hát van elég pénz arra az Európai Unióban, akár egy európai parlamenti képviselőnek is rendelkezésre állnak olyan források, hogy ezzel megbízzon valaki szakértőt, hogy ezt mégis hogyan lehet átélhetőbbé tenni. De ez egy nagyon, tehát ez egy rendkívül fontos kérdés. Szerintem nem arról van szó, hogy nagyon messze van, és érthetetlen, és bonyolult, hanem nincs komoly érdek abban, hogy valaki ezt gyorsan, könnyen elérhetővé és átélhetővé tegye Magyarországon. Ezen meg megint csak lehet változtatni. De most továbbadnám. A másik pedig, ami nincsen benne a programban, de szerintem kezelné ezt a problémát, hogyha például a bizottságnak, illetve a tanácsnak lenne minden egyes országban hivatalos intézményesült formában szóvivője. Tehát lenne olyan ember, aki képviseli azokat a végső döntéseket és azoknak az indoklását, ami ott kialakult, mert akkor azzal azt lehetne elérni, hogy akkor, amikor valamilyen vita van, akkor nem úgy kereteződik ez a vita, hogy Barózó valahol egy magyar, vagy valahol kint azt mondta, ez a magyar újságokban, az egyik újságban, egyik oldali újságban így jön le, a másik oldali újságban úgy jön le, aztán a belpolitikában pedig a belpolitikusok azt mondanak róla, amit akarnak, hanem akkor effektíve be lehet hívni ezeket a szóvivő jellegű funkciót, szócső funkciót ellátó embereket a tévébe, és ott helyben lehet a tévében megvitatni azokat a kérdéseket, és nagyon sok esetben kiderülne a turpisság, amit a belpolitikában csinálnak például a bizottsági meg a tanácsi döntésekkel vagy állásfoglalásokkal. Úgyhogy ez az egyik, ami szerintem nagyban előre tudná lendíteni azt a kérdést, hogy nincsen helyben egyszerűen kellőképpen megvitatna az EU-s politika. Úgyhogy ez az egyik. A másik meg, amit szerintem csinálni fogok, azt nem tudom, hogy fogunk-e, vagy hogy ha képviselő lennék, akkor azt csinálnám, hogy majd a Tamás eldönti, hogy szeretne ilyet csinálni. Szerintem egyszerűen blogolni kell a képviselőknek, és ezen a nagyon közvetlen módon kell hetente egyszer-kétszer elküldeni azt az információt, ami amúgy nagyon nehezen tud eljutni a magyar médiához. Ezek az instant ötletek, amikre jelenleg gondolni tudunk. Just a few things to add to that. One of the advantages, of course, of electing Green MEPs from Hungary is that they will have access to the translation and interpretation facilities, which means they will be able to produce documents in Hungarian, will be able to ask for translations to be made. And the group itself will operate with Hungarian interpretation in all the meetings, so it becomes more accessible. I agree that a lot of the parliamentary discussions are technical, and unless you've been following the dossier, it's difficult to get excited about them. But there are, in the plenary sessions, sometimes very informative and involving debates. So it's not just about passing regulations, it's not just about drafting documents. It can be really quite dramatic when there is a major debate on the floor of the plenary. And the initiative to demand those debates lies with the political groups, which means that the Greens can say, we want a debate on Hungary, or we want a debate on the nuclear, or we want a debate on land grabbing public assets. And with a little bit of maneuvering and manipulation, that will come to the floor of the plenary. So it's not all boring stuff, it can be quite exciting.
And just finally, I'll tell you a story about a British MEP. He wasn't, unfortunately, a Green. He was a socialist, but a very good socialist, I have to tell you. And he was asked why he was wasting his time in Brussels when he could have been a member of the Parliament in Westminster in London. And he said, when I'm in Westminster, I have to do what I'm told. When I'm in Brussels, I can actually write the law. I am a free, independent member of the European Parliament. I have responsibility for drafting dossiers, and I guide those dossiers through the whole process. I actually make laws in Brussels, which is impossible to do in London. And that's really the unseen power that the Parliament has. And it gives each individual MEP, particularly those who've got the energy to drive those issues forward, a really strong platform. It really is an amazingly undervalued resource. Továbbadnánk a kérdés lehetőségét. Parancsoljon, ott van a, valahol ott van a, hol van a mikrofon? Ott van. Köszönjük. Köszönöm. Hát én annyit szeretnék kérdezni, hogy azt sem nekem megmondani, hogy hogy lehet visszaszerezni a régen méltán híres magyar alkotóképességet, ami szerintem most már a gyökerestől eltűnt, és a helyét egész egyszerűen gyűlölet és félelem vette át. Illetve a másik kérdésem az van, hogy hogyan érveljek észszerűen olyan elvakult jobbikos szavazókkal, ismerősökkel, akiket nem tudok meggyőzni arról, hogy nincs igazuk, mert egész egyszerűen kiközösítés lesz a jussom. De azzal, hogy ugye nem tudom meggyőzni, hogy nagyon káros nézeteket val, passzív, és tehát passzív hozzájárulok ahhoz, hogy terjedjenek ugyanúgy a nézete. Igen, tehát ugye itt az alapvető gond azért egy nagyon régi és mélyen fekvő magyar gond, ami végigvonul a magyar történelmen. Babicsnak szerintem igaza volt, amikor a Mi a Magyar című gyűjteményben, amit szegfűvel raktak össze, azt hiszem a 30-as évek elején, 31-32, valami ilyesmi volt. Ugye a hosszú körbe-körbe forgás után arra a konklúzióra jutott, hogy a magyar egy passzív ember. Passzív. Az alap természete az, hogy passzív. És szerintem ebben igaza volt. Én is így látom. Ez a függőségi állapot egyébként nagyon jellemző olyan társadalmakra, nem csak a magyarra, amelyek hosszú ideig gyarmati sorsban éltek. Tehát a gyarmati sors külföldi, a törökök, az osztrákok, stb. Elnyomása alatt élő társadalmakra jellemző, hogy kialakul egy függőségi mechanizmus. Ő, neki nincs valójában kezdeményezési joga, lehetősége, mert az uralkodó hatalomnak az nem jó, hogyha ő kezdeményez. Az uralkodó hatalom azért van ott, hogy őt kizsákmányolja az uralkodó hatalom feltételei és igényei szerint. Tehát arra szocializálja és arra neveli azt a társadalmat, hogy az utasításoknak tegyen eleget. Na most a magyar társadalomban ez nagyon-nagyon pregnáns módon tetten érhető, kitapintható. A mai napig állandóan azzal találkozik az ember, hogy a magyar társadalomban rendre az emberek között egy függőségi kapcsolat van kialakítva. Valaki mindig valakinek az alattvalója, illetve valaki mindig valakinek a felettvalója. És a felettvaló mondja meg az alattvalónak, hogy hogyan viselkedjen, és mit csináljon. Na most a magyar alkotóképességnek a történelme az, hogy az elmegy innen. Tehát ne vicceljünk, az, hogy ott van nekünk 13 Nobel-díjasunk, akik közül egyetlen egy nem Magyarországon nyerte meg azt a Nobel-díjat, mindent elmond erről a kérdésről. És az a beállítás,
hogy ők azért mentek el, mert pénz, az egy gyalázatos hazugság, és gyalázása ezeknek a zseniális embereknek. Nem azért mentek el. Azért mentek el, és én Oxfordban tanítok, ismerem a magyar diákokat, akik kimentek Angliában, nagyon jól ismerem a lelki világukat. Nem azért mentek el, mert nagyon nagy keresetre vágynak, hanem azért, mert nem tudják megvalósítani Magyarországon, amit meg szeretnének valósítani, mert bele vannak állandóan kényszerítve egy függőségi állapotba. Na most, a tragédia ezzel az, régen is tragédia volt, a 30-as években, a 20-as években is, 19. században is tragédia volt, de mára a tragédia, hogy úgymond fokozódik. Ugyanis kialakult egy olyan világgazdaság, amiben nem a nyersanyag, nem az anyagok, nem a természeti adottság a perdöntő tényező, hanem a tudás. A tudás a mai világban mindent visz. Nincs mese. És ez a tudás, amiről a modern világ szól, ez nem egy lexikális tudás, ez a képzelőerő, az alkotóképesség, az új tehetség, az új gondolkodás megvalósításának a világa. Hát gondoljunk bele, van egy Steve Jobs, beköltözik a szüleinek a garázsába, és megcsinálja az Apple-t. Mert megcsinálta. És mit csinált meg? Az Apple-nek a 2012-es volt az utolsó, amit tizedesen megnéztem, éves bevétele 123 milliárd dollár volt az Apple-nek. Magyarország GDP-je 2012-ben 114 milliárd dollár volt. Ez a világ, amiben élünk. Na most, ha ennek a függőségi, tehát a szociológiai, antropológiai mechanizmusát nem tudjuk feltörni, akkor nekünk annyi. Nekünk annyi. És a jelenlegi politikai helyzet arról szól, hogy a politikai elit, most Fidesz képviseletében, de ez a magyar politikai elit ragaszkodik a függőségi kultúra fenntartásához. Keményen ragaszkodik. És büntet, aki ezt a kultúrát fel akarja számolni. Na most ez a kultúra viszont a biztos nyomorral jár, mert nem erről szól a tudomány, a technológia és a világ kulturális fejlődése. És én nem tudok, szóval ez nagyon nehéz dolog, ugye? És személyesen megéljük ennek a különböző formáit. Én elmondtam egy televíziós műsorban azt, amit a Nemzeti Bank Felügyelő Bizottság, amelyen tagja voltam, egybehangzóan, egyhangúan megszavazott, nevezetesen, hogy Matolcsi György értékvédelmi programja nincs jogi alapja. Ugye? Mert nincs, hát nem találtuk meg. Ezt a jogi alap hiányát a többséget élvező Fidesz képviselői is megszavazták. Beleértve Járai Zsigmond elnök urat. Én ezt elmondtam az ATV-ben. Mire mi történik? Matolcsi büntető feljelentést tesz ellenem. Ez, hogy és mi a büntető feljelentés mögött? Hogy az ő jóváhagyása nélkül én ne beszéljek a televízióban. Hogy képzelem el, hogy én a Nemzeti Bankon nyilatkozom a magyar televíziónak? Hát ez lehetetlen dolog. De ami fontos, hogy bár nem tett ellenem büntető feljelentést, ugyanezt mondta Simon András. Tehát a mindenkori magyar politikai elit és társadalmi és kulturális elit kőkeményen ragaszkodik a függőségi szerkezet fenntartásához. És ez a szerkezet halálra van ítélve. A világ nem erről szól. Nem így működik. Ha nem tudjuk feltörni ezt a szerkezetet rövid időn belül, itt aztán nagyon-nagyon komoly gondok lesznek, mert nem fogjuk tudni kitermelni
azt a gazdasági eredményt és vagyont és képességet, amiből egy társadalmat méltányosan fel lehetne tartani és el lehetne látni. És itt van, és a számok ezt drámaian tükrözik. A magyar gazdaságnak hozzáadott érték termelő képessége a leggyatrább Közép-Európában, posztszocialista országok között, leszámítva Bulgáriát. A leggyatrább. Tehát mi alapjában oda jutottunk ebben az országban, hogy alaptermékek előállításából, primitív félkész termékek előállításából és a multiknál megkeresett bérmunkából élünk. Mennyi? A lengyeleknél, megnéztem, 34 olyan cég van a varsói tőzsdén, amelyik a berlini fal lebontásakor nem is létezett. Neki 34 ilyen cégük van. Mi van a budapesti tőzsdén? OTP, MOL, Richter. Ja? Tehát az alkotó képességünk bedugult, mert a társadalmi alkú, tehát az az alkú, amit a magyar társadalom köt a hatalommal, fennmaradt. Rendszerváltástól függetlenül megmaradt. És ez az alkú arról szól, hogy figyelj, hatalom, én mondd meg, mit csináljak, úgy, ahogy némi fusizással, amit megengedsz nekem, amit te elvársz tőlem, én azt megteszem, és cserébe gondoskodj rólam. És amikor a hatalom nem gondoskodik a társadalomról, ugye, mint 56-ban nem gondoskodott, nyilvánvalóvá vált, hogy azok az ígéretek, amit a Rákosiék és a többiek elmondtak, nem működőképes, akkor előbb-utóbb ez a társadalom azért robban. De idáig történelmileg még mindenkinek, Ferenc Józsefnek, Horthy Miklósnak és most Orbán Viktornak sikerül visszaállítani ezt az alkot. Ezért volt ennek a rezsicsökkentésnek olyan óriási hatékonysága, mert azt üzente, hogy én gondoskodom rólatok. Ugye? És ez az alapvető vágya a magyar átlagszavazó polgár. Valaki gondoskodjon róla. Legyen egy bácsikája valahol. És a magyar politika, külpolitika és a magyar politika alakulása erről szól. Gondoskodj rólam, és akkor én akkor hűséges leszek hozzád, úgy, ahogy egy kis üzét adjál meg nekem, ilyen fusizást, meg mutizást, de úgy akkor támogatlak, és akkor minden meg. És hogyha úgy látom, hogy nem fogsz rólam gondoskodni, akkor elpártolok, ugye? Európai Unió, gondoskodj rólam. Európai Uniónak nem az a dolga, hogy gondoskodjon rólam. Ez nem erről van szó. Amikor kiderül, hogy az Európai Unió nem fog gondoskodni rólunk, mert nem ez a küldetése, és nem ez a szerkezete, hanem az a küldetése, hogy a teljesítő képességét, a teljesítményét egy adott társadalomnak a lehető legmagasabb szintre vigye, ugye? És mi ezt nem tudjuk megcsinálni, hogy a teljesítményünkön javítsunk, ugye? Tehát igazán nem fogunk annyira gondoskodni, akkor mi van? Akkor szaladunk Putyinhoz. Volna olyan kedves gondoskodni rólunk? És akkor elkezdünk egy párbeszédet, hogy hát akkor talán ő fog rólunk gondoskodni. Én tudom, hogy nem meghívottként vagyok itt, de muszáj egy szót ehhez hozzátennem. Ami az elmúlt 4 évben az oktatás területén zajlott, az azt gondolom, hogy az elkövetkezendő évekre még inkább azt fogja előre vetíteni, amit professzor úr is mondott, hogy ha megnézzük a mai magyar oktatási rendszert, illetve azt, amivé tette az elmúlt 4 évben a kormány, akkor azt lehet látni, hogy pont azt a szellemiséget veszi ki nagyon kicsi korban a gyerekekből, amitől önálló gondolkodóvá válhatnak, amitől el tudnak képzelni, akár pici gyerekként, tehát most ilyen alsó osztályos gyerekekre gondolok, akiknek megmarad a képzelő erejük ahhoz, hogy felnőtt korban, és nem válnak egy ilyen sematikus figurává az oktatási rendszerben, akiknek megmarad a képzelő erejük ahhoz, hogy ilyen alkotó emberré váljanak felnőtt korukban.
De ugyanakkor azt is szeretném elmondani, hogy azért vannak itt, hát hogy is mondjam, ha kevesen is, ha kicsiben is, de én az elmúlt sok évben sok-sok olyan fiatal embert láttam, aki ebben az országban nagyon nehezen, mindig financiális problémákkal küzdködve, de belefogott újabb és újabb dolgokba, amiknek, hát hogy is mondjam, tehát leginkább nem a képzelőerő és az alkotóerő megléte volt a hiánya, hanem a pénz. Az, hogy nagyon nehezen támogatják tehát Magyarországon azt gondolom, ezt most biztos valaki jól a fejemre koppintaná, ha ezt hallaná, de hogy a CSR az egyáltalán nem az alkotó erőt segíti, nem nagyon működik ez a multiknak a civileket való finanszírozása. Nem is nagyon érdekük természetesen, ezt én tudom. De hogy vannak itt dolgok, és ami nagyon fontos, és azt gondolom, hogy például a fiatal, mondjuk a 25 és 35 közötti generációnak egy nagyon fontos érve lehetne ebben az országban, az, hogy mennyire zárt és mennyire belterjes az a K+F-es világ, ami ebben az országban van. Én nem tudom, hogy például te tudod-e, de hogy van egy úgynevezett fiatal innovátorok szövetsége, akik az összes innovációs forrást, az állami forrást elviszik. Csak ők egyedül. Tehát, hogy, és ez a társaság nem nyitott, ebbe a társaságban nagyon nehezen lehet bekerülni. Tehát azt lehet látni, hogy én természetesen egyetértek azzal, hogy itt nagyon nehezen mennek a dolgok előre, de lehetne itt jó elképzelések mellé állni. Lásd a Prezit, akik hát tényleg egyszerű magyar fiatalok, akik összeálltak és kitaláltak valamit, de tudok mondani bármilyen másik ilyen kezdeményezést. Én azt gondolom, hogy az az elszomorító, és most már azt gondolom, hogy szabadon elmondhatom itt, mert levettem magamról az oktatáspolitikus sípkáját, legalábbis a parlamenti oktatáspolitikus sípkáját, hogy az volt nagyon szomorú az elmúlt 4 évben, hogy azok az emberek, akik az oktatást mozgatják, őket úgy hívják, hogy pedagógusok, akiknek a szülők a kezükbe adják a gyerekeket, akik pont azért fontosak ebben a közegben, mert az ő feladatuk is az, hogy a gyerek megőrizze ezt a bizonyos alkotó erejét, vagy alkotó készségét, hogy mind a pedagógusok, mind a politikusok, mind a szülők, mindenki szépen elengedte ezt a történetet, és egy olyan oktatási rendszer állt elő ebben az országban, ami kockákat fog nevelni. Át szeretném még adni a szót Messzeris Tamásnak, mert neki sajnos el kell mennie, és mi is legalább 1/4 óra múlva be kell, hogy fejezzük, úgyhogy a Tamásé a szó. Köszönöm szépen, azt hiszem most, és elnézést kérek, hogy egy másik találkozóra el kell rohannam, amit sajnos nem tudtam későbbre tenni. Most biztos ezek szerint az a felállás, hogy az én tisztem, hogy valami mérsékelten optimista dolgot mondjak ebben a... Ezután a diagnózis. Utána a diagnózissal egyébként egyetértek, de annyit azért jegyezzünk meg, hogy az alkotókészség és a tehetség az egy klasszikus megújuló erőforrás. Az minden generációban ugyanannyi. Teljesen mindegy, hogy hányan vándorolnak ki az országból, hányan jönnek be. Minden új generációban meg fog jelenni ugyanannyi alkotókészség. Az egyetlen feladat az, hogy ezt hagyjuk érvényre jutni. Ez nem egy picike feladat, de nem arról van szó, hogy az alkotókészség elfogy, arról van szó, hogy hagyni kell tudni kibontakozni. A másik, amit mondanék, és aztán elrohanok, hogy viszont olyanokkal vitatkozni, akikkel nagyon nem értünk egyet, nem úgy kell, hogy a képükbe vágjuk, hogy nem értünk egyet. Az nagyon ritkán szokott normálisan működni. Az egyetlen értelmes módja ennek, egyébként mint minden vitának, hogy kérdezünk, és megpróbáljuk kideríteni, hogy pontosan mi az, amiben nem értünk egyet. Ez meglepően jó szokott működni nyilvános vitában is, magánemberek között is. Ha kérdéssel kezdjük a dolgot, sokkal nagyobb esély van arra, hogy a végén még azt is meg tudjuk találni, mi az, amiben egyetértünk, és mindenki el tud szakadni a saját különbejáratú sémáitól. És elnézést kérek, hogy ilyen általános pedagógiai mondattal kell befejeznem, de most tényleg rohannom kell. Köszönöm szépen. Még ott van egy kérdés. Akkor ez lenne az utolsó kérdés, jó? Én
Én Bér Rudolf vagyok innen a Nagymez utcából, és egészen véletlenül kaptam értesítést arról, hogy van egy ilyen rendezvény, és különösen most sajnálom, hogy amint az előbb hallottam a nagyon jó kérdésfelvételre Róna Péternek a válaszát, és az első problémát pontosan ebben látom, hogy 25-en vagyunk itt egy ilyen fontos témában, jó néhány jobbikos fiatalember is nyugodtan itt lehetne, nem tudom, hogy kihez jut el egy ilyen innovatív környezetben pont ez a meghívó és ez a rendezvény. Sokkal több ember kéne itt legyen, ezt alkotóként is mondom. Pontosan tegnap beszéltem egy jó néhány szobrászbarátommal, akivel azt beszéltük meg, hogy pont az elmúlt 4 év kormányzati politikája alatt építették le azt a bizonyos 1%-os állami közbeszerzéseknél egy nagyon rossz átkosban született rend, nagyon kiváló rendszert, hogy minden állam beruházásnál 1%-ot kortárs képzőszeti alkotásra kell fordítani. Ez megszűnt. Jelen pillanatban lehet látni a Kossuth téret is környékét, hogy rehabilitálnak olyan szobrokat, amelyeket már egyszer megcsináltak, nem erre kéne milliárdokat költeni. Pontosan egy ilyen környezetben látszik az, ahol most is vagyunk, és a volt zsidó negyedben, vagy a jelenleg zsidó negyedben is lehet látni, mennyire innovatív a magyar, és mennyire sok szuper szórakozó hely van, új képzőnszeti és zenei rendezvény is születik, de ennek most hadd legyen a kritika is felétek, nem vagytok ott, nem nincs itt most 10 000 ember. Ezt nyugodtan ki kéne vinni, és egy kicsit harciasabban, de föl kéne lépni, ügyet kéne csinálni ebből, hogy mi lesz a magyar alkotóerővel. Egy csomó olyan, én is ismerek egy-két olyan volt fideszes, most már jobbikos fiatalembert, aki kétségbeesésében meg útkeresés, nincs jó példa előtte, és maga se tudja, hogy mire szavaz, és nem hallott életében egy olyan értelmes okfejtést, mint az előbb Róna Pétertől lehetett volna, hogy halljon. És lehet, hogy már ő is akkor a következő rendezvényen itt lenne, és ide szavazna, és így gondolkodna, és hozzátenne, mert nem náciról van szó például az a két gyerek esetében. Tehát azt gondolom, hogy nyitottnak kéne lenni, harciasabbnak kellene lenni a zöld rendezvényeknek is, és bevonni például alkotókat. Tehát nincs itt egy színház csináló sem, és most én is csak véletlen vagyok itt. Köszönjük szépen. Én azt gondolom, hogy most valamelyest azért egy új korszak is kezdődik a mi zöld családunk életében, és köszönjük szépen ezt a meglátást, abszolút fókuszálni fogunk arra, hogy a jövőben sokkal nagyobb teret kívánunk nyitni a zöld gondolatok megosztásának. Hajni, egy nagyon-nagyon rövid kérdés, mert be kell fejezzük. Igen, Steven Mottól szeretném megkérdezni, hogy egy új demokratikus intézmény az Európai Polgári Kezdeményezés, hogy az eddigi történetét hogy lehetne összefoglalni, milyen eredményei voltak eddig, és milyen potenciális lehetőséget lát ebben. I think you're asking about the Citizens Initiative, is that? Yeah, okay. For people who don't know, this is an initiative which the Greens helped to launch, which allows 1 million people throughout the EU to demand from the Commission a policy response to a particular issue. There are lots of complicated rules about how to count the signatures. I won't bore you with the details. But the first initiative which reached the level of success was a demand for access to water, which is very much a green issue. It was launched by the NGOs. This is not a political process. This is a civil society process. And the political parties, I think, are supportive in the background, but trying hard not to take the process over, because it should be people in the street, NGOs, civil society, who raise these issues. So the direct answer to your question is, we've really only just arrived at the first one or two initiatives to be put forward. The Commission is not obliged to act on these demands, but it is obliged to reply and to explain what its position is and what action they might want to take. And in addition, the Parliament is allowed to debate the demand also. And this is quite important, because the MEPs, again, if you elect 2 Green MEPs, they will have an impact on this, are allowed
to insist that further actions are taken. They can't initiate laws themselves, but they can make a nuisance of themselves by pushing the commission. So for us, this is a very interesting instrument. It's a direct connection between the citizen and the institutions in Brussels, which is important. The rules are too complicated and need to be simplified, and the process needs to run for a lot longer because there are deadlines built in which are also restrictive. So the experience to date is it's a bit early, it's working, but it's clumsy, and it really requires streamlining, but it's something that we should try and build on. It's something we should improve, and it's something which the parliamentarians should be paying more attention to. So we think it's a step in the right democratic direction. Én még csak az előző kérdésre egy-két mondatot. Tehát igen, az LMP-s fórumok, vagy éppen az Ökopolisz által szervezett konferenciák, az Ökopolisz azért jobban meg szokta szervezni a konferenciákat, hogyha van idő, csak ugye itt most elég rövid idő alatt kellett cselekedni ebben az adott kérdésben. Szóval azt gondolom, hogy az LMP részéről az a feladat, hogy több ilyen fórumot tartsunk, több olyan eseményt, ahol az emberek megtalálnak minket, és egyre bővülve elmondani egyre több embernek. Ez egy apró munka, de ezt nem lehet megspórolni. Én még a végén annyit tennék hozzá a jobbikos ismerősök kérdéséhez, hogy hogyan győzzük meg a jobbikos ismerősöket. Ugye most már kezd kinyílni a magyar belpolitikában is az a helyzet, hogy a jobbikos képviselőkkel leülnek vitatkozni, és volt szerencsénk néhányszor már szembe találkozni vezető jobbikos képviselőkkel, és az a helyzet, hogy akkor, amikor szembesítik őket a hazugságaikkal, azt elég rosszul viselik. Tehát, hogy eléggé stresszesek lesznek tőle, és ez szerintem jó. Tehát utána kell járni, hogy amit mondanak, meg itthon, amit híresztelnek, például hogyan szavaznak mondjuk az Európai Parlamentben, egyenesen szembe szavaznak sokszor azokkal, amikről itthon prédikálnak, és amikor ezzel mondjuk egy szimpatizánst lehet szembesíteni, hogy az oké, hogy itt ezt mondják, de hogy hazudnak neked, tehát hogy azért azt legyen tiszta, hogy ezt át vannak verve ezek az emberek, az valamennyire szerintem ilyen revelatív lehet. Túl azon, hogy én is egyetértek a Meszericcsel, hogy nagyon sokszor ez azért elidegeníti mondjuk egy beszélgetésben a beszélgető feleket. Úgyhogy akkor, amikor kérdezgeti az ember a másikat, hogy most ezt komolyan gondolod, hogy az úgy tényleg megoldás lesz, akkor az előrébb vezet. De én azt látom, hogy nagyon ritkán van olyan helyzet, hogy például jobbikos képviselőket szembesítenek